nagymama, most ebédidő van, nem meseidő. Nos, ez egy történet az ebédidőről és a zöldségekről. Amikor Caillou még csak 3 éves volt, nem nagyon szerette a zöldségeket. Valójában utálta őket. Caillou, edd meg a zöldséget! A nagypapa nem sokára jön, érted? Nem mehetsz a parkba, ha nem eszed meg a zöldséget. Utálom a zöldséget! Csak kis süteményt akarok! A sütemény csak desszert, Caillou. Találtam is! Ehetsz süteményt, ha megetted a zöldséget. Ó! Én imádom a zöldséget. Edd meg az enyémet, apa! Nem, azt nem lehet. Legalább kóstold meg, Caillou. Itt a nagyapa! Gyere, Caillou, menjünk a parkba! Megyek a parkba a nagypapával! A park után meglátogatjuk a nagyit, aki levest főz nekünk. Hű, egy hernyó! A hernyók leveleket esznek, hogy legyen erejük pillangóvá válni. Pillangóvá válnak? Mit csinál az a madár nagypapa? Kukacot keres, amit megehet. A kukac adja neki az erőt, hogy télen délre tudjon repülni. A mókusok mogyorót esznek, és el is raktározzák későbbre a nagy téli hidegre. Gyere, mókuska! Megjöttünk! Éhesek vagyunk, akár egy medve! Mert valóban medvék vagyunk! Borsó és répa. Finom. A medve bogyókat eszik. Ma a borsó és a répa lesz a mi bogyónk. Medve vagyok! Aznap este Caillou anyukája és apukája elment Caillouért. Hogy viselkedett Caillou? Medve vagyok! Én is medve vagyok. És mindketten ettünk zöldségeket. Bogyókat ettünk, nagyapa. Ami azt jelenti, hogy itt az idő... sütizni! Meseidő van. Nézzük, mit csinált ma Caillou. A mai mesénk címe, Caillou rendbe rakja a játékait. Caillou, hol vagy? Hát, Caillou nem szokott eltűnni, amikor csoki puding van. Így igaz, Caillou imádja a csoki pudingot. Ezt a felfordulást. Mit mondtam neked, Caillou? Nem szabad a lépcsőn hagyni a játékaimat. Caillou jól tudta, hogy nem lenne szabad a lépcsőn hagyni a játékait. Vidd őket a szobádba, Caillou. Kis puding! Imádom a csokis pudingot! Caillou! Gyere ide, kérlek! Fontosnak tűnik. Jobb lesz, ha megnézed, mit szeretne apa. Caillou,
Mit mondtam, szabad a kocsibe járon hagyni a játékokat? Nem lenne szabad. Így van. Ezért kérlek, rakd el őket. És mi lesz a csoki pudingommal? A csoki puding megvár. Gyere, segít. Habár apukája segített neki, Kájó nem örült a feladatnak. Kájó! Szeretnék beszélni veled. Kájó, össze kell szedned az összes játékot. Utána megeheted a pudingot. Igen, apa. Biztos, hogy minden játékod megvan. Biztos. Nézd! Akkor ideje pudingot enni. Igen! Csoki puding! Hoppá! Szerintem ezt látnod kellene. Kájó, neked nagyon sok játékod van, és rengeteg helyet foglalnak. Tudom. És sok régi darab van, amikkel már nem játszol. Mi csináljunk velük? A régieket Rozinak adhatnád. Talán egyet nekiadok, és később még néhányat. Egy nagy doboz kell neked, amiben mind belefér. Segítesz megcsinálni? Hű, persze! Rögtön, ahogy megettem a csoki pudingomat. Így. Ez jó is lesz. Köszönöm, apa. Nézzük, hogy illeszkedik-e a teteje. Ideje mesét mondani, gyerekek. Nézzük, hova ment ma Kájú. A mai mesénk címe Kájú az óvodában. Ez volt Kájú első napja, és egy picit ideges volt. Nem akarok menni, anya! Veled akarok maradni! Ahogy én is, Kájú, de tudod, anyának dolgoznia kell. És az óvoda jó is lehet. Hallod? Jó napot, Ann Martin vagyok, az óvónő. És biztos te vagy Kájú. Kájú félt és szégyenlős volt. Nekem most mennem kell, kicsim. Ne! Nem akarom, hogy elmenj, anya! Visszajövök, Kájú. Ne szomorkodj. De még Kájú anyukája is szomorú volt, hogy ott kellett hagynia Kájút. Tessék, Kájú, így áll egy kis almalevet. Szeretnéd, hogy bemutassalak a többieknek? Rendben. Majd, ha megittad az almalevet. Hé, hey, azok az én legói! Anya! Az anyukád elment. Szia! Én Clementine vagyok. És te? Kájú. Ő Liu. Nem szeret osztozkodni. Akarsz játszani? Én formákat vágok. Nézd, ez egy alma, egy banán, és ez mazsolás túszt. De nem lehet megenni őket, nem igaziak. Tetszik az óvoda? Jobban szeretek a nagyinál lenni. Ő vigyáz rád, amikor a szüleid nem érnek rá. Ő festő, és nála játszhatok festékkel, ecsetekkel, papírral, krétával és sok színes ceruzával. Ez mind van itt is. Hűha! Azt hiszem, festek egy madarat. Én pedig vágok neki ennivalót. Kukacokat! Szép kis madárka. Megtanítanál ilyen szépen festeni? Persze, Liu. Ha te is megtanítasz minket kastélyt építeni. A kastélyoknak sok tornya van. A kukacnak kanyargósnak kell lennie. A madárnak pedig szép pirosnak.
Tessék, Liu, a kastély zászlóját te csináld meg! Caillou! Ezt a tornyot még tovább kell építeni, még magasabbra. Caillou annyira élvezte a játékot, hogy észre se vette az anyukáját és az apukáját. Nézzétek, kastélyt építek! Meseidő van, gyerekek! Ez még akkor történt, amikor Caillou csak 3 éves volt. A mai mesénk címe Caillou fél a sötétben. Jó éjszakát, Caillou! Álmodj szépeket! Aludj jól, és ne hagyd, hogy a bogarak bántsanak. Rendben! Jól vagyok, nincsenek is bogarak. Gonosz bogarak! Anya! Mi a baj, Caillou? A bogarak! Látod? Eltűntek. Csak árnyékok voltak. És mi lesz a kapirgáló szörnyel? Én nem hallok semmit. De van itt egy kapirgáló szörny. Mindig kapar valahol. Elhiszem, hogy talán hallottál valamit. De nem kell félni a szörnyektől. Tudod miért nem? Mert szörnyek nem léteznek. Csak a képzeletedben. Jó étkicsim. Nem félek a szörnytől, nem félek a szörnytől. Apa! Semmi baj, Caillou. Ez csak a játékot, Snacky. Igen, de volt itt egy repülő szörny, és a kapirgáló szörny is a szobámban van. Talán csak azt hitted, hogy hallottál valamit. Nem találok semmit. De a kapirgáló szörny ezt csinálta. Próbáld a zenedobozt hallgatni, az kellemes hangokat ad, amíg alszol. Jó ét, Caillou. Széltől a faágak nekiverődtek az ablaknak. Ez adta az ijesztő hangokat. Látod, kicsim? Előfordul, hogy a hétköznapi dolgok ijesztőek. Akkor a kapirgáló szörny csak a fa volt? Oh. Nézzétek, a kapirgáló szörny! Ez nem is szörny volt, hanem Gilbert. Ez a macska? Most már nyugodtan alhatsz, kicsim. A maci segít majd. Remélem, nem lesz több ijesztő hang. Teddy biztos előzi az ijesztő hangokat, és többet nem hallod őket. Jó ét, jó ét, Caillou! Remélem, ettől jobban leszel. Meseidő van. 3 évesen Caillou-nak egyszer nagyon fájt a füle. A mai mesénk címe pedig Caillou elmegy az orvoshoz. Nem akarok bemenni az orvoshoz, anya. Miért nem, Caillou? Az orvos bántani fog. Már sokkal jobban vagy, most nem fog fájni. Caillou, a doktornő már vár téged. Gyere szépen, Caillou, a doktornéni kedves. De én nem szeretem. A dinoszauruszom meg fogja harapni! Caillou! Szia, Caillou! Örülök, hogy újra látlak.
Nézzük csak, hogy van a füled. Vizsgáljuk meg. Ne! A dinoszauruszon meg fogja harapni! Ó, tehát a dinoszauruszod nem örül nekem. Zavarná, ha belenéznék a füledbe? Legutóbb, amikor Caillou a doktornéninél volt, nagyon fájt a füle. Szóval, ha jól látom, ez az, ami zavar. Fáj, amikor bedugja a fülembe. Szeretnél belenézni, Caillou? Nagyon érdekes. Rendben. Nos, belenézhetek a füledbe? Már jobban vagy, nem fog fájni, mint legutóbb. Rendben. Nagyon szépen gyógyulsz. Egy-két nap és minden rendben lesz. Jaj, ne! Nem fog megharapni, ugye? Ó, értem már. Azt szeretnéd, ha az ő fülét is megvizsgálnám. Igen. A megfelelő kezelésben részesítette Caillou főorvos úr. Szép munka, főorvos úr. A dinoszaurusza sokkal jobban van. Mikor Caillou főorvos úr hazaért, alig várta, hogy találjon valakit, akinek fáj a füle. Vicces füled van, Gilbert! Bele akarok nézni a füledbe! Jaj, mi a baj? Mi folyik itt? Gyertek, meseidő van, gyerekek. Nos, kezdjük. Az egész akkor történt, amikor Caillou 3 éves volt, Rosie pedig csak egy kis baba. A mai mesénk címe Caillou vásárolni megy. Caillou, ébresztő! Esik a hó, nézd! Éljen! Hóembert akarok csinálni! Először öltöz fel. Hol vannak a pulcsiaid? De én ebben akarok kimenni. A rövid nadrágban mész ki, úgy fogsz fázni, mint egy hóember. Elfogyott a kukoricapehely. Veszünk, ha elmegyünk vásárolni. És tojásra is szükségünk lesz, mert egy különleges meglepetést sütök. Különleges meglepetést? De jó! Caillou és Rosie mindig is szerette anyukája meglepetés süteményeit, bár előre sosem tudta pontosan, mi lesz az. Caillou, ideje indulnunk az üzletbe. Öltöz fel! De anya, én a dinoszaurusszal akarok játszani. Játszhatsz vele később is. Gyere, csak rád várunk. Caillou szeretett vásárolni, de mindig sok idejébe telt, míg elkészült, mert játszani is szeretett. Caillou, szállj be a kocsiba! Építünk hóembert! Nos, igen, ami azt illeti, igen. Ez az, egy hóember! De most indulnunk kell. Anya, én is úgy akarok utazni, mint Rosie. Jól van, de induljunk, mert nem lesz időnk a hóemberre. Én ezt kérem. Caillou, meglepetés süteményt készítek, emlékszel? Nem kell mellé több süti. Jó? Mi lesz a meglepetés sütemény? Ha megmondom, oda a meglepetés. Ha a pénztárnál leszünk, neked kell figyelni Rosie-ra, amíg én fizetek. Caillou csak azokra a süteményekre tudott gondolni, de nem emlékezett, hogy hol látta őket. Mielőtt feleszmélt, már el is tévedt. Egyedül volt és félt. Mi történt? Elmentél! Nem,
Caillou, te mentél el, de nagyon örülök, hogy megvagy. Menjünk haza. Caillou még mindig dühös volt, de örült, hogy újra a mamájával és Rosival lehetett. Tudod, anya, megijedtem, amikor elvesztem. Én is nagyon megijedtem, kicsim. Ezért vigyázzunk, hogy ne forduljon elő többé. És most fejezzük be a meglepetés süteményt, jó? De én hóembert akartam csinálni. Hóembert fogunk csinálni. Csak épp itt a konyhában, nem odakint. A különleges meglepetés. De jó! Caillounak és Rosinak teljesen igaza volt. Kitalálták, hogy mi lesz anyukájuk meglepetése. Anya, nézd! Ez egy igazi hóember. Ó, akkor biztosan fázik. Adjunk neki egy sálat. Ki szeretne hallani egy mesét? Nézzétek a sok kis macit. A mai mesénk címe Caillou macis felsője. Maradj itt, mackó! Kapd el, mackó! Kacsa! 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 Én is játszani! Jól van! Nem! Caillou nem akart hinni a szemének, Rosie az ő kedvenc pólóját viselte. Anya! Anya! Mi történt, Caillou? Ez a felső, Rosin, az én mackós felsőm. Rád már nagyon kicsi, ezért odaadtam Rosinak. Nem is igaz, hogy kicsi rám a felső, az az enyém. Kérem a pólót, Rozi. Macis póló! Hozok helyette egy új egérkéset, rendben? Látod, még mindig jó rám. Tökéletes! Rendben. Ciki, ciki! Hagyd abba! Szegény Caillou. Piszketett a hasa a szőnyektől, de a pólója nem akart rajta maradni. Lehet, hogy tényleg túl kicsi volt rá, de hirtelen támadt egy ötlete. Caillou arra gondolt, hogy leragasztja a pólót. Ragacsos szalag! Maradj így! Caillou nagyon szomorú volt. Tudta, hogy a kedvenc mackós pólója már nem jó rá, de nem akart lemondani róla. Caillou! Nézd, itt a mackós pólód. Olyan jól állt. 2 éves voltál. Akkor még kicsi voltam, jó volt rám a póló. Sajnálom, hogy kérdezés nélkül Rosinak adtam. Elfelejtettem, mennyire szeretted. Caillou még mindig szerette, de tudta, hogy most már nagyobb, és nem jó rá a póló. Eltehetnénk egy különleges helyre, és megtarthatnánk. Oda fogom adni a macimnak. Jó ötlet. Mackó, nagyon jól áll az új pólód. Mackó póló! Vajon hol bujkálnak ezek a gyerekek? Meseidő van. Nézzük csak. Vajon mit csinált ma Caillou? Nos, a mai mesénk címe Caillou rejtek helye. Az egész akkor történt, amikor Caillou szülei elutaztak néhány napra.
Kájúra és Rozira a nagymamájuk és a nagypapájuk vigyázott. Kájú, hol vagy? Bent vagy? Nem találom sehol. Talán bújócskázik. Nézd meg újra! Oh. Nézzük csak, ki ez itt? Hasonlít Kájúra. Nagyapa, nagypapa! Mit csinálsz oda bent? Beszorultam. Ha ezt a dobozt odébb teszem, és ezt a valamit is elrakom, és megfogom ezt itt, akkor... Nagypapa! Mit csináltál ott bent, Kájú? Elbújtam a rejtek helyemen. Elbújtál a rejtek helyeden? Erről eszembe jutott valami. Kájú kíváncsi volt, hogy mire gondolt a nagypapája. Tudsz titkot tartani, Kájú? Igen, nagypapa. Nos, én ismerek egy különleges búvóhelyet. A kertben. Szeretnéd megnézni? Biztos, hogy ez az a fa. És ha nem a másik oldalon volt, akkor itt kell lennie. Menj csak be és nézz körül. Na, hogy tetszik? Ez a világ legjobb és legkülönlegesebb rejtek helye, nagypapa. Köszönöm, nagypapa. Tartsd meg a zseblámpát. Szabad! Ideje lefeküdni, Kájú! Egy perc, és ott vagyok! Kájú! 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 Nem! Te most nem jöhetsz velem! Ez volt Kájú különleges rejtek helye. Nem akarta, hogy más is megismerje. Kájú, oda bent vagy? Jobb lenne, ha bejönnél a házba. Apukád nem sokára itt lesz, érted? Hát, nem tudom elhinni. Mi az? Ó, hiszed vagy sem, Kájú? Az a játék az enyém volt, amikor olyan kisfiú voltam, mint te. És én apuka voltam, mint a te apukád. Biztos a különleges rejtek helyemen volt. Ami már a te különleges rejtek helyed. Igen! Meseidő van, gyerekek! Lássuk csak! A mai mesénk címe Kájú új cipője. Segítsek bekötni a cipődet, Kájú. Nem. Nyom a cipőm. Nőtt a lábad, kicsim. Túl nagy ehhez a cipőhöz. Újat kell vennünk. Tessék, ez jó lesz. Vedd fel őket, és megyünk a cipőboltba. Kájú szeretett a pocsolyákban ugrálni a csizmájával, de ma napos idő volt, és ő szaladni akart. Szia, Szara! Ó, szia, Kájú! Hova mész? Megyek cipőt venni. Majd versenyzünk, ha megkaptad. Szia! Szia! Olyan gyors cipőket akarok, mint Szarái. Gyere, Kájú! Kájú élvezettel válogatott a cipők és a csizmák között. Rengeteg papucsot, női cipőt, és csizmát látott. Oh, 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 oh.
tetszik, Kájú? Kájú nem tudta eldönteni, hogy melyik szín tetszik neki a legjobban. Mielőtt eldöntjük a színt, azt hiszem, meg kell mérnünk a lábadat. Nézzük csak, a te lábad 28-as. Anya, 28-as a lábam. Tényleg nagyot nőtt a lábad, kicsim. Szóval a kék vagy a sárga tetszik. Azt hiszem, hogy... Mit szólnál a zöldhöz? A zöld? Jó! A csizmádat betesszük a dobozba, hogy haza tud vinni. Gyönyörű az új cipőd, Kájú. Ahogy az én cipőm is. De előbb meg kell mérni a lábadat. Az én lábam már nagyon régóta nem nő. Versenyezzünk, Sara! Te túl gyors vagy nekem! Verseny! Szeretnétek hallani Kájúról és különleges barátjáról? A mai mesénk címe Kájú különleges barátja. Hey! Kájú az egyik barátjával, George-al játszott, aki egy meglehetősen különleges barát volt. Lehetnénk dinoszauruszok! Csak Kájú ismerte George-ot, soha senki más nem látta. Kájúnak hirtelen támadt egy remek ötlete. Igen, versenyezzünk! Nézd, anya! Nézd, Nagyi! Versenyt futok az egyik barátommal! Éhes vagyok! Menj és szólj Kájúnak, hogy ebédelünk. Rendben, Rozi? Megyek, Nagyi! Nyertem! Hoppá! Miközben Kájú megpróbálta feltakarítani a cserepet, úgy döntött, hogy az egész George hibája volt. Kájú! Ebédidő! Megyek! George nagyon gyorsan fut, de én le tudom hagyni. Hol lakik George, Kájú? Nem tudom pontosan, hogy hol lakik. Kájú. De azt hiszem, hogy a pincékben. George valószínűleg a legjobb barátom az egész világon. Kájú, nézd, mi már végeztünk, de te annyit beszéltél, hogy még hozzá sem nyúltál. Sajnálom, anya. Talán jobb lenne, ha George kimenne, amíg eszel, jó? Rendben, anya. Köszönöm, George. Mindjárt megy Kájú is. Később találkozunk. Szia, Kájú. Ide tudnál jönni? Tudsz erről bármit is? George csinálta. Biztos, hogy George volt az. Kájú apukája tudta, hogy nem George törte el a cserepet. Igen, apa, versenyeztünk, és George véletlenül lelökte. Értem. Azt hiszem, neked is volt valami között hozzá, ugye, Kájú? Igen, apa. Akkor most segítesz nekem feltakarítani, és legközelebb, amikor George-al játszol, jobban vigyáztok majd, ugye? Kájú szerint ez egy kitűnő ötlet volt. Rendben. Jó, te csak tartsd ide a lapátot, én majd felsöpröm. George nagyon ügyetlen, ugye, apa? Olyan, mint te. Nagyon szeretem, amikor löksz a hintában. És én igazán szeretlek lökni, Kájú. Sziasztok! Meseidő van. Nos, akkor nézzük, hogy mit csinált ma Kájú.
A mai mesény címe Caillou idősebb barátja. Caillou, ő André. Az anyukájával régi barátok vagyunk. Caillou nem úgy látta, hogy André kicsi. Sőt, meglehetősen nagynak látta. Te nagy fiú vagy, André. Hány éves vagy? 6! Ti játszatok, addig mi beszélgetünk. Gyere, építsünk várat! Mivel lehet játszani? Tudom már, játszunk kidobósat! Ne a házban! Megvagy! Ó, ledöntötted a várat! Nem én, te döntötted le! Nem szabad a házban labdázni! Akkor játszunk mást. Például bujócskázzunk. Jó, elbújok. Én számolok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Megyek már! Itt vagyok! Caillou, hol vagy? Caillou, hova bújtál? Caillou nem tudta megállni, hogy ne csikizze meg André csupasz lábát. Hoppá! Megvagy! Ez itt nem ér, megbotlottam! De ér, most te fogsz számolni! Játszunk valami mást! Hát, jó. Van játék a szobádban. André idegesítette Caillou-t. Várj meg! Hozzam a robotomat! Itt a robot! Mi történt? Eltörted a székemet! André, jól vagy? Eltörted a kedvenc székemet! Többi, többi már nem a barátom! Úgy sajnálom, André. Hozok neked egy csepptapaszt. Semmi baj. Caillou nagyon mérges volt Andréra, de amikor meglátta a sebét, elkezdte sajnálni. André megsérült, anya. Rendbe fog jönni, kicsim. Nem akartam eltörni a széket. Baleset volt. Miért nem mentek ki focizni egy kicsit? De a labda fent maradt a fán. Én elérem. Ezt nézd! Várj meg! Nézd csak, így rúgjál bele! Megvan! Caillou már élvezettel játszott Andréval. Kész vagytok az esti mesére? Nézzük, mire készül ma este Caillou. Úgy tűnik, hogy kempingezni megy. Megvagy, nagypapa! Először el kell kapnod. Sziasztok! Ez jó játék! Gyertek ki hozzánk a kertbe! Megyünk, apu! Títe, paci! Títe, paci! Erről eszembe jutott, amikor apukádat vittem kempingezni kiskorában. Kemping apával? Bizonyám. Láttunk egy nagy mosómedvét, sőt, úsztunk is egy vízesésnél. Kempingezz velem is! A kempingezésre fel kell készülni. Nos, szerintem jó ötlet. És nem is kell olyan sokat készülni. Megvan még a sátrad? Azt hiszem, ismerek egy tökéletes helyet. Várj! Hey, Caillou! Hova mentél? Itt vagyok, nagyapa. Most te mész be, és én tartom a sátor elejét. Látod azt a karót ott hátul? Karót? Inkább megmutatom.
Nézd csak, bogarak! Valaki más is látta őket. Nézd csak! Nagypapa, látok egy fészket, amiben kismadarak vannak. Jobb lesz, ha felállítjuk azt a sátrat, vagy ma este mi is a fán alszunk. Ne tedd túl közel. Tökéletes! Isteni! Olyan vagy, mint egy mókus. A kempingezés élvezetesnek ígérkezett. Nézd a csillagokat, nagypapa! Kezd későre járni. Előkészítem a hálózsákot. Nagypapa, mik azok a fények a bokorban? Azok nem fények, hanem szentjáros bogarak. Nézzük, el tudunk-e kapni egyet. Megvan, nagypapa, elkaptam! Tényleg elkaptad. Nagypapa! Caillou félni kezdett a hangoktól, de a nagypapája talált megoldást. Ébren vagytok, táborozók? Kész a reggeli? Jó reggelt! Mi történt? Hideg volt az éjjel? Túl zajos volt, ezért úgy döntöttünk, hogy a házban kempingezünk. Kempingeztem a nagypapával! Legközelebb, ha kempingezünk, szólunk az állatoknak, hogy maradjanak csendben!